Szoboszlai Dominik Magyarország jelenlegi legismertebb játékosa is pályára lépett annak idején a Városi Futszál Diákolimpián, amelynek négyes döntőjét csütörtök délután rendezték a Fehérvár FC fedett műhüves csarnokában. A legjobb négy közé a Ciszterci Szent István Gimnázium, a Vasvári Pál Gimnázium, a Vörösmarty Mihály Általános Iskola és a Tóvárosi Általános Iskola csapatai jutottak be. Az elődöntők során a Vörösmarty és a Vasvári találkozója 2-2-es döntetlennel zárult, a szétlövés során pedig előbbi nyert 7-6 arányban. A másik ágon a Tóváros és a Ciszterci találkozója már simább volt, ott 10-4-es végeredmény született. Végül a harmadik helyet a Vasvári szerezte meg, akik 7-3-ra múlták felül a Ciszterci csapatát, a torna győztese pedig a Tóváros csapata lett, akik 4-1-re győzték le a Vörösmartisokat. Nagyon boldog vagyok, hogy meg tudtuk nyerni ezt a meccseket, meg ezt a játékot. Igazából szerintem sok gólt tudtam szerezni, a csapatnak a nagy húzóembere voltam szerintem a gólokkal. Hát és én igazából összességében elégedett vagyok magammal, meg igazából jó volt mindenki, a csapattársak is, így jól összedolgoztunk. Az eredményhirdetés során az érmeket Szabó József, a Vidik korábbi gól királya adta át a csapattagoknak, aki kiemelte, hogy aki profi futballista akar lenni, annak rengeteget kell tennie azért, hogy ezt elérje. Minden esetre az ilyen tornák jó kiinduló pontot jelenthetnek a profi karrierhez. Alázatnak kell lenni mindenféleképpen, akaratnak, kitartásnak, mert nagyon-nagyon hosszú ez az út. Tehát nagyon sok példa van az én praxisomból is, hogy én éveken keresztül foglalkoztam gyerekekkel, hogy 10-es korban azt mondtam, hogy ebből biztos, hogy lesz valaki, mert olyan ügyes volt, és 16-es korban már nem is volt a futballpálya környékén, tehát nincs kitartás, akkor nem lehet semmi belőle. Magony Tamás az önkormányzat szervezési irodájának sportmunkatársa kiemelte, hogy a városi döntővel még nem ért véget a Diákolimpia. A városi első a megyei diákolimpiai döntőbe jut, ami december elején lesz. A helyszínt azt még nem tudjuk, de az értesítést fognak kapni, tehát az első helyezett értesítést kap, és a megyében 8 körzet van, az egyik körzet Székesfehérvár városi körzete, a többi győztessel fogják megmérettetni magukat. Magony Tamás hozzátette, hogy nagyon erős mezőnybe fog kerülni a torna első helyezett csapata megyei szinten, azonban megfelelő alázattal és összpontosítással onnan is tovább lehet jutni, és az előző évek tapasztalatai alapján a fehérvári csapatok országos szinten is kiemelkedő eredményeket képesek elérni.